Újabb Rákosmenti utca korszerűsítése valósult meg a városvezetés útjavítási programjának keretében. Ezúttal Rákoscsabán, a Mezőhegyes és Mezővár utcákban hajtottak végre nagy felületű kátyúzást a szakemberek. Virág Mihály önkormányzati képviselő a beruházás előzményeit felidézve kiemelte, hogy korábban a helyszín mezőgazdasági területnek számított, majd a lakóövezetté való átsorolást és a közművek kiépítését követően megkezdődött a lakosok betelepülése. Az építkezés jár a munkálatok során azonban megrongálódtak az itt található útszakaszok. Azt mondta a polgármester úrnak, hogy nem kérek járdát ebben az évben, viszont azt kérem, hogy itt ezen a területen, ami a Izbég utca, Emlék utca, Gombosi utca által határolt területen élőknél hazajutási lehetőségük normális legyen. Ehhez legalább a kereszt és a keleti irányú gerincutat, azt legalább valahogy csináljuk meg. Polgármester úr nagyon-nagyon segítette ezt az elképzelést, és kaptuk a jelzést, hogy ez év tavaszán, hogy ez a két utca meg lesz csinálva, nevezetesen Mezővár és Mezőhegyes utca. Virág Mihály hozzátette, az összességében 600 méter hosszúságban és 4 méter szélességben megvalósuló korszerűsítést örömmel fogadták a környékbeliek, akik a mindennapok során 21. századi körülmények között közlekedhetnek ezentúl a gépjárműveikkel. Én azt gondolom, hogy ez nekünk is jó érzés, hogy úgy jöhetek ide ki, hogy itt nem integetnek, nem bújnak be a lakók a ingatlan mögé, hogy nem akarnak találkozni velem, hanem inkább kijönnek, kiintenek és köszönik, mert látták azt a munkát, ami itten folyt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövő talán ez, hogy egy kicsit, ha nincs annyi pénz, és nincsen rá keret, nincsen rá pályázati pénz, hogy normális utat építsünk, önerőből természetesen, mert most nem, semmiképpen nem szeretnék kötődni a fővárossal való kapcsolathoz, hanem amikor egy ilyen jellegű útról van szó, hogy igen, akkor bizony érdemes átgondolni, mert ez a jövő. Ez az út, amit itt megcsináltunk, ez 5-10 évre szól. Amit kátyúzunk, az 5-10 hónapra szól. Tessék eldönteni, hogy melyik az észszerű. Rákosmente önkormányzatának útjavítási programja tervek szerint ősszel tovább folytatódik majd.